A vámpír, a Snake Sylvester Stallone azóta számos Instagram cikkben kényelmetlen volt a sziklás filmgyártókkal szemben. Sylvester Stallone a Rocky Films spin-offon volt az Iván Dragoen, a Dolph Lundgren karakterén, a Right Variety-en. Azóta az Instagram cikkekben idézett újság, amelyet valószínűleg a sajtó figyelme miatt töröltek, brutálisan élénk megjegyzéseket tettek a Sly Irvin Winkler producer és gyermekei számára, mert kizsákmányolja az általa létrehozott karaktereket, és az előző cikkekben ő is. Ábrázolta Rocky vérét és kígyóit. Egy újabb szívszünet. Éppen rájöttem, hogy ez a 94 éves szánalmas producer és idióta, és haszontalan a keselyű, Charles és David gyermekei számára, ismét a csontjait egy másik csodálatos karakterrel viselik, amit nélkülem csináltam. Elnézést kérek a rajongóktól, soha nem akartam, hogy a sziklás karakterek kihasználják. Mellesleg, csak érzem Dolph tiszteletét, de szeretném, ha elmondanád, mi folyik mögöttem. Az első cikkében még sok más tőkével írt. Noha Irvin Winkler csak 91 éves, a pozíciót egyértelműen megemlítik, és egy másikban közvetlenül azt írja, hogy a Winklers tehetséges és káros, amelyek már több karriert tönkretettek. A Variety először írta a Stallone Winkler iránti neheszteléséről és a Rocky jogokról szóló vitáiról 2019-ben, lélegzetelállítóbb felszerelésekben, Winkler elmondta, hogy Sly, T. meglepte a Stallone Dollars a franchise-ban. Elmondása szerint azonban, mert akkoriban még mindig nem volt bizalmatlan és naív, és most kéri tőle, hogy állítsa be a gyermekeinek elhagyására vonatkozó jogokat, a Winklers nem hajlandó ezt megtenni, mondván, hogy Sly a filmeket és a szerződés teljesen tiszta. Mint tudod, a Stallone és a Rocky története egy igazi koldus herceg a forgatókönyvet hirtelen inspiráció írta, de annyira sikeres volt, hogy a Winkler azonnal regisztrált, hogy megvásárolja azt, amit Stallone nőtette, hogy ez a feltétellel. A főszereplő valamiben.